Szia, Juli. Úgy hallottam, te a macsókat szereted. Pontosabban egy macsót. A macsót. Tudod, egy nagyon-nagyon fontos dolog miatt hívtalak most ide. Na, mi az? Mondjad. Elvinnélek egy disznótoros kolbászfesztiválra. Fú, Jézusom, gusztustalan! Nem is értem, mit szeret benne Zsófi. Te rohadék! Mi a francot képzelsz magadról? És te, te büdös ribanc, mi a francot képzelsz te is magadról, ha? Ha? Normális na, most vagy? Most beszélj, mi összád. Van? Mit te nyelegsz itt a palimmal, ha? Na, most legyen összád. Te kis csíra. Juli nem tud bánni a pasikkal, még Bendit se tudja megszerezni. Rohadtul nem tudom elhinni, hogy Manó kikezdett Julival, azzal a kis piszkafával. De legalább megadtam mindkettőnek, ami járt. Zsófi nagyon megtépett, pedig ez a dologhoz aztán tényleg semmi közöm nem volt. Amióta meghozták a friss pulykákat a boltba, csak a tömésen jár az eszem. De ma duplán is rosszul jártam. Pedig Júli is olyan tölteni való, mint Zsófi. Hát veled meg mi van? Van egy kis bajom. Nem megy a hentes üzlet? De az megy. És disznófüled van? Van. Marhanyelv? Az is. És csirkeláb? Van. Hát akkor te jó orcsmány látsz. Mostanában túl boldog vagy. Igen. Nem tetszik ez nekem. Megint nyertetek a lotton? Nem. Akkor valami pasi van a dologban. Igen. Hogy neked pasid? Hova tart ez a világ? Nem szeretem, ha boldog emberek vesznek körül. Akkor én mindig olyan szomorúnak tűnök. Dominik, veled meg mi van? Mit rohangálsz ennyit a vécére? Jaj, ne is mondd. Valamivel elcsaptam a hasamat. Fosok, mint a muri kutya. A barán jó a hasmenésre. Komolyan? Hát igen, csak nem szabad kihúznod. Nem is hoztam magammal injekciós tűt. Mégis oltogatós kedvembe vagyok. Áj, a hasam! Hát, most Bendit tudja levenni fosó versenybe. Paula, nincs még eleged ebből az egészből? Mire gondolsz? Hát figyelj, nézd meg ezeket a graffitiket, akkor ezt az aszfaltot. Egyszerűen szörnyű, ahogy kinéz. És én most mit csinálhatnék? Igazából én próbálok mindent kipréselni Oliverből, de... És gondolod, hogy csak ennyit lehet? Képzeld, drágám, elég jól megy már a szörbiznisz, úgyhogy megvettem neked az ajándékot. Na, nagyon helyes, ezt így kell csinálni, ez a dolgod. És mit hoztál? Ez egy... Calvin. Ez itt a Hugo.
Ez az argó. És ez pedig eredeti bulgár parfüm. De ez férfi parfüm. Hát de, drágám, hát miről beszélsz? Hát nincs olyan, hogy férfi parfüm vagy női parfüm. Csak illatok vannak. Hát ezt a választani nem tudó emberek miatt találták ki. De ez akkor is férfi. Tibi! Mi az, Oliver? Egy kis szívességre van szükségem. Micsodára? Kell a szőröd. Na, hagyjál! Ne, ne! Üdvözöllek benneteket! A mai témánk Báthori Erzsébet lesz, de mielőtt ezt elkezdeném, ide kérem a mobilokat. Gyerünk, gyerünk! Gyerünk, úgy, köszönöm! Többiek is! Meghalok, míg odaérek. Nagyon jó. Eszti, köszönöm szépen, óra végén megkapod. Rendben, úgy. Júli, hát hogy nézel ki? Mi történt? Tanárnő, kérem a Zsófi. Zsófi megtér. Zsófi. Tanárnő, hazudik. Nem is értem, miről beszél. Tanárnő, a Júli krónikus hazudozó. Juli, minden esetre menj ki és szedd rendbe magad, jó? A portástól megkérje tűtészcénát és egy kicsit össze tudod varni a ruhádat, jó? Menj ki. Nem is gondoltam, hogy ilyen szép lesz ez a mai nap. Annyira megalázó volt ez az egész. Zsófi, akkor mi is az igazság? Amit elmondtam, tanárnő, és amúgy is a Julit most már meg kell kicsit fékezni. Egyetértek! Abszolút egyetértek! Vitathatatlan! Egy kevésnek is tartom. Dominik! Mondjad. Szép szakál. Köszönöm, már neveztem egy ideje. Ideadod, hogy elveszem erővel. Mi van? Többeteg vagy. Ne! 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 Norbert! Jesus!
már! Ne, ne, ne! Ne, 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 emlékszel rám? Szia! Hát, ne haragudj, de nem. Meg se néztél rendesen. Most sem. Bocs. Tavaly voltam Olivérnél interjún. El akartál jönni velem vacsorázni. Jaj, de hülye vagyok, tiszta szita az agyam. Igen. Szevasz. Megejtjük most ezt a vacsorát? Miki, na végre megvagy, csak rád várunk. Várj, hová mész is a vacsora? Hát, bocsász, de pasim van. Na, mehetünk akkor? Hát, akkor szerintem ez volt az utolsó kérdésem. Ó, tök szuper. Azt a megcsaló sztorit, azt majd léci vág ki, nem kéne az, hogy mindenki erről beszéljen. Na, megoldjuk. Akkor végeztünk is. Aha. Szuper. Figyelj, Oliver, Oliver. Na? Van ez a lány, tudod? Zsófi? Igen. Milyen barátja van neki? Hát, olyan, akivel nem akarsz rosszba lenni. Miért? Befolyásos ember, vagy? Hát, attól függ. Attól függ. Na, gyere, kikísérlek. Köszi. Szívem, tudod, hogy mit hoztam neked? Hát, nem, de gondolom, mindjárt megtudom. Valószínű. Na jó, nézd. Ízisprit! Aj, de jó! Imádom! Tudom. És tudom, hogy mennyire imádod, úgyhogy... meg egy ízisprit! Basszus, Barnás a kedvencem! Tudom, gondoltam, megleplek vele. De olyan nagyos vagy. Juhu! Én nagyon szeretem az ízisprit, a málnásat, amint hazaérek, megiszom. A narancsossal azonban más terveim vannak. Szerintem én még maradok egy kicsit. Biztos, hogy egy gimis csajt kell felszedned? Mi köze van ennek a gimihez? Az, hogy erről fog szólni a zenekar elkövetkezendő fél éve. Nem teheted ezt a csapattal. Megbeszéltük, hogy a csajok sohasem állhatnak közé. Tudjátok mit? Csak menjetek haza. Ne csináld már! Menjetek, 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 maradok! Szia, Miki! Szia, nem láttad a Zsófit? Van egy Zsófi nevű osztálytársam, de tulajdonképpen eléggé sok Zsófi van ebben az iskolában. Látom, megismertél, de én is megismertelek. Tavaly zenéltem nektek, az osztályotokban. Igen, és olyan romcsi volt. Köszi. És nem tudod, hogy hol van ez a Zsófi, az osztálytársad? Miért keresed? Nem a te dolgod. Oké? Csak nem megtetszett. Haj, várj már, segíthetek neked! Hogyan? Hát Zsófi ilyen romantikus típus, olyasmi, mint én. Szereti a rózsát, a bombont, a szerenádot. Ó, köszi a tippet! Srácok, sziasztok! Hozzatok rózsát, bombont és a gitárokat. Szia! Szia, kicsim! Nagyon hiányoztál. Te is nekem. Figyelj, hoztam neked egy ajándékot. Ó, micsoda? Ez micsoda? Ízisprit. De az mi? Nem láttál még ilyet? Figyelj, ennek az a lényege, ez egy picike, szörp. Most látom. Gyakorlatilag, ez szörp. Ami nagyon fontos, hogy tele van vitaminokkal, és cukormentes. És adalékanyagból is nagyon kevés dolog van benne. És ez a picike,
kis szörp, ami most egy narancsos van itt. Igen. Elvileg 10 kötőjel 19 literhez is elég akár. Tehát, hogy vízbe ezt így föl kell higítani. Ez bonyolult. Nem annyira. Tehát, hogy tényleg én is azt hittem először, de nem. Fogsz egy pohár vizet, teletöltöd, utána ezt ugye nyilván kinyitott állapotba, így fogod, és így spriccelsz egyet. Így csinálsz egy ilyet. És akkor gyakorlatilag kész a szörp, úgyhogy gondoltam, hogy ezzel megleplek téged. Hát köszönöm szépen. Szívesen. Felhők közt suhant át, andalogva szólt bennem, testet talált. Égszín kék heves láng, a fellegekbe hív, halkan lépted nyomán. A szívem határán egy ismerős kép, illúzió, hisz már elmentél rég. Emlékképek, mit lelkembe zártam a múlt, egy tomboló vízió. Fénylő égbolt és tengernyi érzés egy hang, mert álomban ringató. Bár csak fentről látnál, boldog és büszke volnál. Bár csak újból hallhatnám. Emlékképek, mit lelkembe zártam a múlt, egy tomboló vízió. Fénylő égbolt és tengernyi érzés egy hang, mely álomban ringató. Lelkembe zártam egy tomboló vízió, és tengernyi érzés, mert álomban ringató. Ez a szar! Semmi szívem, csak Miki éppen szerenádot adott nekem. Szóval ő a barátod? Elég durva bárlak vannak a kezeiben. Én is látom. Meg tudjuk beszélni a dolgot? Feldarabollak, mint egy hízós ertést! Na jó, sziasztok, hol Én mondtam, hogy gimis csajokkal nem szabad kezdeni. Így van. Hú, sikerült elronnom a húsvágó gyerekeből. Nem tudom, hogy megér ennyit, Zsófi. Meglógott a nyavajás. Ha még egyszer meglátom Zsófi közelében, a hentes pulton találja magát a gyerek. A bátoriak története nagyon-nagyon izgalmas a magyar történelemben. A bátoriak története a magyar történelem egyik érdekes fejezete. Egy pillanat, tanárnő, valamit tisztáznom kell.
te lúzer! Ez itt mit keres nálad? Te... Ízispritz, ilyen... Igen? Nyögd már ki! Bárki nem lehet ilyen, nem? Nálam is van. Narancsos. Nekem is van. Ananászos kókuszos. De nálam is van, és málnás citromos. És nálam is van ananász kókuszos. Hát... Barbie, miért kell mindig botrányt csinálnod? Először is az ízispiccet én is szeretem, és nekem is van citromos. Amúgy Olivertől kaptam. Olyan bánatosak a szemeid. Nem, semmi baj nincsen. Na, én ismerlek téged. Jó, igazából nem tudom, hogy hányadan állunk Bendével, mert mostanában egyre furcsább, és folyamatosan azt érzem, hogy valami nincsen benne, mert olyanokat csinál hallott, hogy valamikor félre beszél, és így más neveket mond, meg van egy csaj, aki totálisan rá van állva, tehát levakarhatatlan, és akkor még az eléggé aggasztó, hogy mostanában egyre többet látják a lúzerrel. Szerintem te jobbat érdemez, Barbie. Egyre többet keresem Barbie társaságát. Jól érzem magam vele. Kedves Tomás, nagyon örülök, hogy a gyerekeknek olyan jó órát tartott múltkor, és most nem a szexre gondolok. Nem. Jaj, Tomás, hát ne hozzon zavarba. Az nem volna jó, mert maga valahányszor zavarba jön, a feleségem meg dübe. Ó, igen, a felesége. Újra elnézést kérnék a múltkori tévedésemért. Arra gondoltam, hogy tarthatna egy órát az igazi szakmájáról. Ahhoz értek csak igazán, megújítottam az internetes újságírást. Drágám, figyelj! Tudod, hogy én nagyon-nagyon szeretlek, de azt hiszem, hogy kicsit jobban meg kéne becsülnöd. Mi van? Hát, tudod, Szabi ezt azt mondta, hogy ki? Jobban... Ki? Mit mondott? Csak annyit, hogy jobban meg kéne becsülnöd. Aha. Szervusztok! Már találkoztatok a mai vendégünkkel, Sátán Tamással. Ugyan ő már tartott egy másik órát, Sátán Tamás, viszont most másik szakmában fog nektek órát tartani, Sátán Tamás. Úgyhogy kérek egy tapsot Sátán Tamással! Szóval az a legegyszerűbb, hogyha kérdeztek, én válaszolok, vagy mondjatok bármit, és én arra is válaszolok. Én már láttam magát valahol. Ezen nem csodálkozom, hiszen elég gyakran vagyok valahol. Az újságírókat sokan szeretik? Csak az olyan tehetségeseket, mint mi, de... sokan még minket sem. És ez külföldön is így van? Ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy vicc. Donald Trumpot felébreszti ének idején a tanácsadója, és azt mondja, hogy elnök úr, elnézést a zavarásért, de van egy jó meg egy rossz hírem. Melyikkel kezdjem? Hát kezdje a rosszal. Hát a földet megszállták a marslakók. És akkor mi a jó hír? Hát, hogy újságírókat esztek, és olajat pisilnek. Bende, neked nem muszáj nevetned, csak nekem kötelező. Egy újságíró bármit megkérdezhet?
Egy ilyen kaliberű, mint én? Egy újságíró sohasem szégyellős. Ha ez így van, akkor megnézhetjük mesztelenül? Hát persze, de nem fogsz fázni ebben a hidegben. Annyira fantasztikusnak tetszik lenni. Ez igaz. Azért majd töröld fel magad után a nyáltócsát, jó? Olivernek jól megy, de általában sokat keres egy újságíró? Hát persze, van a reklámbevétel, és sok újságnak ott van a patrónusa. Mint a Harry Potterben? Pontosan, mindig varázsolnak egy kis pénzt. És önnek mennyi van a bankszámláján? Hát úgy 10 és 20 millió között. Hát de nekem azt mondta a főszerkesztő úr, hogy csak egy ezer se van elsőjéig. Te ostoba kölök, az nem 10 és 20 millió között van. És hogy lehet valaki újságíró? Nagyon sokféle iskola van, de nagyon fontos a kitartás, a szorgalom, hát és a tehetség. És ha valaki nem tehetséges és nem is szeret tanulni? Akkor elég, ha szerepelsz egy valóságshowban, vagy mondjuk egy netes sorozatban. Szevasz, Szabi! Hogy ismét a körünkben üdvözölhetünk? Csak jöttem meglátogatni a Barbit. A Barbit? Értem, és te voltál az, aki teletraktáltad a fejét mindenféle hülyeséggel? Tudod, nagyon régen hallottam már ennyi ostobaságot a Barbi szájából. De köztünk ez csak munkakapcsolat, de már mondtam. És te komolyan úgy érzed, hogy biztonságban vagy itt? Komolyan azt gondolod, hogy amikor bejössz az osztályba, akkor in-safe vagy? Bende egy picit belenyomult az intim zónámba, de nem fogok megijedni tőle. Kérem, várjon egy kicsit. Mondja, Szandikám. Tudja, sokat gondolkoztam mostanában azon, hogy jó lenne átkerülni ebbe az iskolába, az ön osztályába. És miért szeretné váltani? Hát, mert itt sokkal több lehetőség van. Corina versmondó versenyre megy, két hetente van különleges földrajzóra. Igazándiból. Hát én úgy érzem, hogy igazából nem tudnám most fölzárkozni az osztályhoz, meg megmondom őszintén, hát még a tanáriba is behallatszódnak a hangos pletykák. Tudod mit? Ha leszoksz a bulizásról és az alkoholfogyasztásról, akkor beszélhetünk róla. Na, Dominik, készen állsz? Készen állok, de előre szólok, hogy úgyis nyerni fogok. Nem, mert én fogom megnyerni az 500-ast, ugyanis már elígértem Paulának. Hát akkor a Paulának adsz egy másik 500-as, mert az 500-as az enyém lesz. Na, inkább fogd a kólát. Egészség. Az enyém ilyen kína is. Az pluszban, nem? Oh.
Na várja. Na figyelj. Méltóságomon aluli, hogy még hallgassam is. Hát ezek tényleg ritka hülyék. Oliver azt mondta, hogy majd nyer pár száz forintot végül is, az is megéri. Milyen tiszták a hangok. Fúj, erre még a Barbie sem mondhatná azt, hogy romcsi. Hát, kihirdetem az eredményt. Dominiknak 8 pont. Olivernek 10 pont. Mennyi? Ez ritka gusztustalan dolog. Egész férfias küzdelem volt. Ezt én nagyon nem bírom, bár azért vicces. Aki jobb, az jobb. Hát az Oliver nyerte ezt a versenyt. Én úgy gondolom, hogy Dominik hangosabb volt, de Oliver ígért egy 100-ast. Szervusztok! Ugye úgy kezdjük az órát, mint mindig, ide kérem a telefonokat az asztalra. Gyorsan, gyerünk! Gyorsan, ha ezzel menjen az óra, mindenkit kérem, hogy tegye ide a telefon. Köszönöm. Igen? Jó. Akkor feleltetéssel kezdünk, ugye az előző órán Azerbajdzsánról beszéltünk. Paula, nagyon el vagy bújva, gyere! Jaj, ez vicces lesz. Na, ez nem lesz. De emléze, hogy rá! Szóval, tanultam Azerbajdzsán. Szóval hivatalos nevén Azerbajdzsáni Köztársaság, Eurázsia kaukázus régiójának legnagyobb országa, Dél-Nyugat-Ázsia és Kelet-Európa között fekszik. Keleten a Kaszpi-tenger, északon Oroszország, északnyugaton Grúzia, nyugaton Örményország és Törökország, és délen pedig az, szóval délen Irán határolja. Jó? Ugye a történelem folyamán rengeteg népcsoport telepedett itt le, mint például a szkíták, perzsák, az örmények, a rómaiak, a görögök, igen. 1920-ban ugye Szovjetunió részévé vált, és 1991-ben pedig független. Ennyi. Paula, ne nézz engem madárnak. Láttam, hogy súgtak neked. Majdnem 4-est adtam neked. Így viszont 1-es. Annak nagyon örülök, ha tanultok. Viszont az becstelen, hogyha súgnak, vagy pedig puskáztok. Én úgy látom egyébként, hogy tanultál. Paula, legközelebb is kihívlak felelni.
És azt várom, hogy saját kútfőből mondd el az információkat, és akkor biztos vagyok benne, hogy ötöst fogsz kapni. Hát a tanárnő nagyon kemény, mint a vídja. A következő témánk, amivel foglalkozni fogunk, az Goa. Ki mit tud róla? Paula? A Goa? Hát az nem egy... tánc? Dehogy nem, Paula. Helyes válasz, az egy táncféle is. Én pedig most bemutatom a Goa táncot. Jó! Hajrá! Ez volt. Yeah! Olivier, kímélj meg minket a csintevéseitől. Goa, India egyik tagállama. Az nem egy sziget? Sokan gondolják, de nem. Viszont nagyon különbözik India többi tagállamától. Goa egy picit más, mint India többi állama. Itt működnek a berendezések, van közvilágítás, sokkal magasabb az életszínvonal. A helyi lakosság jelentős része is úgy véli, hogy Goa maga a paradicsom. Az Indiát ismerőknek nagyon furcsa, hogy nem rohanják le a turistákat a koldusok. A parton persze itt is árulnak mindenfélét. $50 vettem ezüst poharakat. Tudtam, hogy átverés, de annyira tetszett, hogy gondoltam, így is megéri. Aztán itthon kiderült, hogy nem átverés. A parton minden drágább, mint a nagyvárosok üzleteiben, de a turisták még így is fillérekért vásárolgathatnak az otthonukban megszokottakhoz képest. Goa portugál gyarmat volt egészen 1961-ig, ma India része. A tévhittel ellentétben nem sziget, hanem India tagállama a hatalmas ország nyugati részén. Csupán 3700 négyzetkilométernyi és 1,5 millióan élnek itt. A sok-sok indiai nyelv mellett a legtöbben angolul is beszélnek, és néhányan még emlékeznek a portugálra. Az itt élők többsége keresztény, a hindu templomok mellett katedrálisokat is láthatunk. Még az 1500-as években a portugál birodalomhoz csatolták Goát, és az átmeneti spanyol uralomtól eltekintve a helyzet 1961-ig nem változott. Akkor kivonultak a gyarmatosítók, és 2 évvel később megtartották az első szabad választásokat. Végül 1987-ben lett az indiai államszövetség 25. állama. A gondokat feletteti egy kirándulás az álmok birodalmába. Így hirdette társas utazását egy szervezőiroda 40 évvel ezelőtt. De jöttek ide maguktól is a 70-es évek szabadságra vágyó lázadói. Sokan közülük a parton éjszakáztak, táborokat létesítettek. Hatalmas bulik voltak itt, tánc, zene, mámor napokig. Ebből mára megmaradtak a jetski üzemeltető fiatalok, meg a nosztalgiázó német és amerikai turisták. A mai napig látni a tengerpartokon házaspárokat, akik 30-40 éve ide járnak, mindent ismernek. Beszélgettem is néhányukkal, és elmondták, hogy szerintük már nem a régi az élmény, mert hogy nincsenek olyan izgalmas partik, mint egykoron, a korábban érintetlen területekre óriási szállodákat építettek. De hát fiatalok voltak akkor, és talán azt csiratják. Nagyon furcsa, hogy az otthoni időhöz képest 4,5 óra az időeltolódás. Úgyhogy nem lehet egyszerűen kiszámolni, hogyha valaki ide látogat, hogy Magyarországon éppen hány óra van. Még a 30 perccel is bajlódni kell. Persze a helyiek ezzel nem foglalkoznak, többségük ugyanis soha nem hagyja el Indiát. Nagyon sokan próbálnak a turistákból élni, és sokan átismerik őket. A hotel bookmakerektől a taxisokon át mindenki ügyeskedik. Egy kis pluszpénz gyakorta hozzákerül a számlához, néha menet közben is felmegy az ár. Néha többször is felmegy. De hát menjen Svájcba fürödni az, aki mindenen csak megsértődik. A helyi fizetőeszköz a rúpia. 1500 rúpiáért már olcsó hotelszobákat kínálnak extrával, vagyis WC-papíros mosdóval. A helyiek egyébként főként öblítő kacsát használnak. A nagypénzű turisták ebből persze semmit sem éreznek, csak békésen gyönyörködnek a naplementében, a fehér homokos tengerparton üldögélve, miközben koktélt kortyolgatnak. Aztán pár másodperc múlva megérkezik a helyi árusok valamelyike, és megvan a kötelező társaság is. Goa tengerpartja hófehér homokos, a pálmafák a víz fölé hajolnak. A parton luxus hotelek sorakoznak. A hasmenés ritka, az ellátás bőséges, úgyhogy lehet a medencében vagy az óceánban pancsikolni. A bevételek jelentős részét biztosítja a turizmus.
Persze nem érdemes sokáig a medence mellett heverészni, mert hogy a közeli őserdő élmények sokaságával várja a vendégeket. Megfürödhetünk például egy elefánttal. A hatalmas ormányosokat a patak közepére terelik. Zuhany ez a javából, levegőt alig lehet kapni az óriási állat hátán. A gondozó elmondása szerint a goa elefánt a banán mellett a fürdetés utáni kefélést kedveli leginkább. Ennek az a lényege, hogy az elefánt az oldalára fekszik, a gazdája és az önkéntes segítők pedig egy kemény kefével dörzsölni, vakarni kezdik a bőrét. Ha pedig már mindenki tiszta és vizes, akkor az állat feláll és hazabattyog. Így működik egy tipikus turista és elefánt mosdatás Délnyugat-Indiában. A patak kristálytiszta, a sziklafalnál felduzzad egy kicsit, a parti részen pedig bujafák vannak, őserdei hangulat. Néha még termetes majmok is ellátogatnak az eseményre. A patakból kifelé jövet pedig láthatunk narancssárga százlábút, lehet úgy 30 centi. Utoljára egy német játékbolt polcán vettem észre hasonlót, de az műanyagból volt. A turisták kedvéért az elefántokat más izgalmas produkciókra is betanítják. Az állatok például minden nap fociznak egy órát. Kapásból tudnak lőni. A hálóőr egy helyi fiatalember, és bizony komolyan kell védenie, mert hogy a legtehetségesebb elefántok gond nélkül a felső sarok felé rúgják a bőrt. Az elefántok néha meccset is játszanak, mindegyik állatra valamely híres foci nemzet mezét aggatják. Persze végül itt is a németek győznek. Az elefántok naponta 30 percig festenek a farmon. Többségük kubista, legalábbis a mértani formák alkotása már remekül megy. Az elefántok festményeit a turisták vásárolhatják meg egységes áron. Az ormányosok a valóságban nem csupán sportolók és művészek, hanem kemény munkások is, mert hogy kijelölt útvonalon cipelik a vendégeket a dzsungelen át, vagy éppen a fafeldolgozó manufaktúráknak dolgoznak. Ha megéheznek, akkor törnek maguknak némi zsenge faágat, kiegészítve a házi lucernát. Az elefántok szinte állandóan esznek, napi 16 órán át táplálkoznak. A gondozók közül sokan jógával és imával kezdik a napot. Az őserdőben megbúvó hindu templom és környéke mindkét tevékenységhez ideális. Testnek és léleknek egyaránt lehet áldozni. A mestert persze nehéz utánozni a jóga órán, de a dolog filozófiájából sokat meg lehet érteni. A világ legdrágább fűszernövénye a sáfrány. A képzeletbeli dobogó második helyén a vanília áll, ez szintén annyira értékes, hogy sokszor inkább csak aromát használnak a vanília ízű termékek gyártásakor. Nem csak a vaníliát lehet itt látni eredetiben, hanem a borsot is. A világon háromféle bors létezik, a fekete, a fehér és a piros. Ez azonban nem három különböző növény, csupán a feldolgozási eljárás különbözik, és az, hogy mennyire éretten szedik le a termést. A negyedik szintén ízesítéshez használt borsféleség a zöld bors, de ezt kevés helyen használják. Ez úgy készül, hogy az éretlen bogyókat ecetes, sóslében konzerválják. Ebből a ronda fadarabból készül a fahéj. A kemény fának lehántják a kérgét, és már készen is remek fűszer, csak némi reszelés szükséges. Az indiai fűszerültetvényeken gyakorta termesztenek ananászt. Bármi meglepő, ez a gyümölcs nem a fán nő, hanem bokron. Valójában a legnagyobb bevételt a bors, a sáfrány, a fahéj, valamint a vanília exportja adja Goának és Indiának is, de nagyon sok helyen láthatunk azért ananász ültetvényeket. Ennek a fának a törzsébe szinte beleékelődik a kókusznagyságú gyümölcs, a jackfruit, vagyis Jakóbácsi gyümölcse. A belseje fehér, sok fekete apró maggal. Ezt a gyümölcsöt könnyű leszedni, a kókuszszüret ennél bonyolultabb. Az indiaiak a két lábuk közé kötelet kötnek, és ennek a segítségével másznak fel a magas pálmákra. A víz helyett sokszor friss kókusztejet kínálnak a vendégeknek, mert ez igazán mámorító és ízletes. Persze nem csak kivitelre termesztik az indiaiak a sok finomságot, ők maguk is rengeteg zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak. Nagyon sokan közülük vegetáriánusok. Ha mégis húst tesznek, akkor főleg csirkét, esetleg halat fogyasztanak. Hozzá szinte kötelező körisrist enni. Egyébként ezt errefelé úgy mondják, hogy kari, nem körinek mondják. A legtöbb étel picit sípős, de van amelyik nagyon. A számtalan fűszer megbolondítja az ízlelő bimbókat, nem véletlen, hogy a felfedezések korábban oly sokan keresték az Indiába vezető tengeri utat, hogy ezekhez a mesés dolgokhoz hozzájuthassanak. De erre bizonyára mindegyikőtök emlékszik a tanulmányaiból.
Milyen jó a hajat, Korina, most nézem. Á, köszi szépen, de a tied is, aranyosak ezek a kis loknik. Á, köszi. Szépségversenyen voltam és megcsináltattam. Ó, megint jársz szépségversenyekre? Igen, úgy gondoltam, hogy rám fér. Viszont igen, csak hanyagolod a bulikat, a fiúk már hiányolnak. Hogy telt a hétvége, Oliver? Nagyapáiknál voltunk szülnapi bulim. Több gáz, hát még wifi sincs. Hogy bírtad ki? Beszélgettem a családtagokkal. És? Egész rendes embereknek tűnnek. Látsok meg. Nagyon édes lett. Tudod, mi a feltételek? Nem már. De... A fel... Megmondtam, hogy mindennek eljön a maga ideje. De pont itt az ideje. Nem, még nincs. Dehogy nem, már ezer év elmúlt. Olivért mondtam, hogy a feltételek... Értem, én csak lesz. De... Na jó. Mondtam, hogy a feltételek azok, ami fontosak most nálam. Hát nem áll, ne csináld mindig ezt. Egy folyamat, csak feltételek, ne, ez minden. Akkor is feltétel. Paula! Nem, én komolyan mondom. Na. Addig úgyse lesz semmi, úgyhogy... Hiába erőlteted, nem lesz addig semmi. De amúgy cuki vagy. Kata, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó ötlet volt ez a történelmi házi verseny. Én meg annak örülök, hogy ilyen sokan el tudtak jönni a Magyarság házába. Azokat hívtuk meg, akik jól szerepeltek a versenyen, a Mi Magyarok című kiállításra. Igen, bár azért sajnálom, hogy Bende pont akkor nem tudott ott lenni, mert lehet, hogy ő is bejutott volna a legjobbak közé, és eljöhetett volna velünk. És biztos nagyon élvezte volna a kiállítást, de hát így alakult. Nagyon örülök neki, hogy el tudtam hozni pár embert az osztályból erre az izgalmas kiállításra. Rendkívül jó kezdeményezésnek tartom, hogy ilyen helyen tartanak órát a diákoknak. Így lehet tanulni. És ráadásul Budapest legszebb helyén vagyunk, a Budai Várban. A különleges földrajzórák nagyon jók szoktak lenni, úgyhogy szerintem a különleges töri is nagyon jó lesz. Utálom, hogy pont azon a hülye versenyen nem tudott ott lenni a Bende, és ezért most nincs itt velem. Én már jártas vagyok ebben a témában, mivel a nagyapám rengeteget mesélt a második világháborúról. Képzeljétek, egyszer az én nagyapámat is elvitték egy ilyen táborba. Biztosan kamuzol. Ilyennel sosem kamuznék. És mi lett vele? Hát szerencsére ugye túlélte, és sok interjút készítettek vele, és rengeteg helyen megjelent a története. Szeretném nektek bemutatni dr. Kovács Emőkét. Ő fog nektek mesélni a gulágról. A gulág kényszermunkatáborokban, a Szovjetunióban közel 800 ezer magyar honfitársunkat vitték el, ebből 200 ezer soha nem térhetett vissza, valami jeltelen tömegsírban fekszik. A Szovjetunió minden területén voltak ilyen táborok, a szerencsésebbek megúszták egy-két évvel, de a politikai elit éltek akár 10-15 évig is egy ilyen táborban raboskodtak. A gulág kényszermunkatáborokban a rabok 12-14 órás fizikai munkát végeztek. Ez érvényes volt mind a nőkre, mind a férfiakra egyaránt. Nagyon kevés volt a napi fejadag, és jellemző volt az egészségügyi ellátás teljes hiánya. Ezek a rabok körülbelül 30-40 kilósra fogytak, és nagyon sok esetben járványok és különböző betegségek is tizedelték őket. Ezeket a rabokat a Szovjetunióban jóvátételi munkára vitték el, és az volt a feladatuk, hogy felépítsék ezt a nagy birodalmat, ezért általában szénbányákban, vasútépítéseknél, folyamszabályozásoknál, erdőirtásoknál dolgoztak. Ez egy AK-47-es gép karabély, más néven Karasnyikov.
Igen, és akkor ezt húzod meg. És ezzel a bal közös volt? Bal. Ja, akkor az a baj. Na mindegy, ezt nyomd meg. És ne a másik kezed, de egy kézzel neve csak úgy. És ezt hogy tudok tölteni? Le, erős. Aha. Oké. Előre, és akkor onnantól kezdve, tehát elmeteg változtatom, tehát így van a tárcsere, berakod az új tára, előre, és akkor most le. Te várjál! Most kiabba. Igen, hüvelykúj, így ide teszed, hüvelykúja, de itt, ide. Oda, aztán lenyomod, nyomd le. Ez már úgy, és most lehet elkezdeni. Jó, tárcsere. Te autón kell. Van, húzok egy másikat. Töltöm, húzom, és ah. Az meg akkor kiszóri az összeset. Ha amíg húzod, addig jön. Most ez 20-as tár, de 30-as tár is van. De ez azért jó, mert tudod, most mondjuk van egy katona, vagy valami megisztik, ha ezen van, akkor úgyis kiszorra az összeset, úgyis sose szabad. Kata, mennyire tetszenek neked ezek a fegyverek? Szeretem a történelmet. Szerintetek? Melyek a legszebb magyar szavaink? Jaj, tanárnő, hát ez milyen kérdés? Persze, hogy az, hogy... Pende. Jaj. Hát én nem mondom azt, hogy szecsó. Jaj, lányok, hát szép dolog a szerelem, én tudom. De Kosztolányi szerint ez a 10 szó a legszebb. Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír. Az anya szó szerintem is gyönyörű. Én nagyon szeretem az anyukámat. Olyan növények és állatok láthatóak, aminek a nevében benne van a magyar szó. Tudtátok például, hogy van olyan, hogy magyar színjátszó lepke? Wow! Kíváncsi vagyok rá. Ahogy elnézem, ez a roziterme. Hogy érted ezt? Ez a szűzterem, nem? Láttad te is? Tibi, gyere már! Mondjad! Itt van az állatod. Ne hülyeskedj már, mi ez? Magyar gyík! Tudod, hogy hazánkban hány borvidék található? Tudom. Mennyi? 22. Talán kérdezzem, amit nem tudok. Előre. Hol készítenek bikavér elnevezéssel bort hazánkban? Hogy kész? Bikavér háromféle vörös borszőlőből teszik össze. Hol készítenek? Hol készítenek? Hát Szegri bor vidéken. Szekszárdon és Egerben. De tényleg Szekszárdon. Tudod, hogy a kávéfogyasztás mikor terjedt el hazánkban? Az 1800-as évek végén. A török időkben. Hát akkor az... Jó, olyan? Kaját, meg bort. Méz is van. Nem így.
Én nagyon szeretem a népviseletet, meg a népi táncosokat is. Én népi táncoltam. Ne reménykedj. Nem volt könnyű fölvenni egy valódi, teljes súlyú vértezetet. Még lovaglás közben is az érezhető volt, hogy milyen súlya van. Ki akarja kipróbálni? Én. Na, Réka, gyere. Húzd meg. Igen, ez igen. Corina, nem tudlak elképzelni egy igazi lovon. Ez nem cicáknak való. Nekem a csókoló mindig zseni jut eszembe. Nem mondd már, nem is csókolóztatok. Szerinted nem? Mert igen? Hát... nem már, komolyan? Ez egy marsjáró. Láttatok már ilyet? Nem. Tanárnő, miért az a neve ennek a teremnek, hogy sír? Ez olyan szomorú. Szomorú, de nagyon szép. És nem kell szomorkodni, mert ez a terem azoknak a tudósoknak állít emléket, akik magyarok voltak és nagyon sokat adtak a világnak. Nézzük, hányat ismertek föl képről. Öt biztos felismeritek. Ő Szentgyörgy. Egy tudományítem is el lett róla nevezve. Szemmelvesz? Nem? Most melyik? Ötves Lóra. Aha, oké. Okay. Sokat gondolkodtam az elmúlt napokban. Igaz, hogy nekem nem tetszik Manó, de lehet, hogy ki fogom használni azt, hogy én viszont neki igen. És ezzel féltékenyé fogom tenni Bendét. Ez egy ősi női praktika. Hát te? Bende hol van? Éppen hátul a dolgát végzi. Igazából nem is miatta jöttem, hanem sokat gondolkodtam rólad és rólam, és hát lehet, hogy mégis bejössz. Gyere ide, kis mézes sonkám. Te kis cukorfalat. Júli! Hát itt meg mi folyik? Azt hittem, hogy értem vagy oda. Hát úgy volt, de van, aki foglalkozik velem. És ez pont a Manó! Mi van? Mostanában kicsit nagy az arcod. Azt mondod. Amúgy is, mit bántod az én kis csibefalatomat? Milyen csibefalatodat? Először is nem a tiéd, másodszor a csibefalat az ilyen, és nem pedig ilyen. Mit kívánsz magadról? Te nekem jössz? Te akarsz volna? Mert mit akarsz? Feldarabollak téged, kisgyerek! Mit? Te egy senki vagy! Te egy senki hallod? Vagy. Nagyobb disznókkal is elbánok, mint te vagy! Te mit kívánsz magadról? Nem így van. Fájt. Mindig jó nézni, ha két fiú verseng, főleg ha értem. Áron! Szevasz! Annyira örülök, hogy eljöttetek! Én is nagyon örülök ennek. Szerinted bevonjuk a tieiteket is? Kőkeményen! Tornasorba! Szerintetek!
ez tornasor! Ki a legmagasabb te belecetek? 190. Uaj, de jó magasabb cetek. Azért Dominiknak a nem egyszerű velük, mi? Ha nem vagy itt, szoktam fegyelmezni is! Mutasd be a csapatodat! Bemutatom akkor, jó? Egy kicsit nyugodtabban. Igazából a csapat akrobatikus kosárlabdával foglalkozik, és ők a fiatalok, ugye gimnazista, középiskolás srácok, szaltóznak, ugrálnak, zsákolnak, és fellépésre járogatnak az országban, illetve a világon mindenfele. Ennyi. Azért bemelegítésnek nem állt egy kis futás, jó? Benne vagyok, legyen. Jó. Srácok is kipróbálhatják a trambulint, igen. Ezt a sportágat körülbelül egy ilyen
egy-két hónap alatt az alapokat el lehet sajátítani, de ahhoz, hogy valaki nagyon-nagyon ügyes és nagyon-nagyon jó legyen és fellépő legyen, akrobatikából dupla szaltokat ugorjon, ahhoz több évre van szükség, de a kezdetek azok azt mondom, hogy nem olyan nehezek. Úgyhogy ahogy látod, itt a fiatalok is meg tudják tanulni, és tudnak ilyen alapugrásokat ugrani. Ismerkedni? Igen, de nálam minimum 2 hónap, hogy kialakuljon. Akkor májusban felhívlak. Nem hiszem, hogy lenne esélyed. Annyira szép a hajad. Köszönöm. Egészségetekre! Fiatalember, ha nem tévedek, magát keresem. Kérem, jöjjön velem és hozza magával a személyigazolványát.